W seat. Sziasztok! Boldog húsvétot nektek is! Viszont várjatok, átfordítom egy kicsit, utána vissza. Na most te jó! Sziasztok! Boldog húsvét ünnepeket mindenkinek! Pesten vagyunk amúgy, ilyen borjúgirosztál. Köszönjük szépen, Mónika, viszont nektek is! Jó, csípős. Ezek. Ja, nem tettél rá szószt. Kérjek? Hát hozok. Nem. Köszönjük. Mindjárt jövök. Mert sót halok. Sót is? Addig szólj! Sziasztok! Köszönjük szépen! Mizu! Csajok, vártok el a csolókat. Nem? Anikó nem. Jó étvágyat, köszi szépen. Köszi. Na itt vagyok. A családot várod, ja. Na, ja. Hát sajnos nem divat. Na, ez a csípős szósz, tegyél rá. Meg itt a só. Mi? Sziasztok, mit csináltok? Ne haragudj, hogy eger, hogy értve. Nem vásárolunk most amúgy. Majd estére főzök, estére csinálom meg a kaját. Köszönöm. Sült oldalon. Most mit eszünk? Giroszt. Én ilyen borjú giroszt. Ő pedig ilyen borjú gombás húst. Annyi sok volt. Köszi el sem. Köszönjük. Ne megy el. Budapest. Kipróbáltam. Most is az van rajtam. Szemféle spirál. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ti mit csináltok? Főztök? Köszönjük, Perzsike. Boldog nyuszit mindenkinek. Viszont kívánjuk mindenkinek. Köszönjük. Jaj, köszönjük szépen. Köszi, Bel. Boldog nyuszit. Egyed ezt is közben. Ezt a musit. Pesten vagyunk az arénában. Aréna plázában.
Uh-huh. Arina. Szia Rupcsi! Viszont boldog nyuszit mindenkinek! Szia, boldog nyuszit! Viszont Dancika! Köszi Lavej! Köszönjük! Jó az a gombás? Köszönöm! Jó, ízűen eszed! Jó! De úgy tényleg jó! Hagyok benne? Nem, fel! Egyed napján jó! Ez is jó, amúgy ezt is egyed ma. Egyed. A forgács. Nem olyan. Sziasztok. Majd még majd ezután főzök. Megcsinálom a kajákat, hogy holnap csak felkelünk, aztán már minden megvan. Csak szépen kipakolom. Mert ti is most főztök, mindenki most csinálja a kaját. Hogy holnap már jöjjenek a locsolók, nem? Nem fogadunk mi is a locsolót. Annan, majd megyünk otthonról el amúgy. De ja. Azért csak főzünk, nem? Majd főzős, csinálok sült oldalas, akkor fasírtot, rántott húst, krumpli salátát. Mit csináltunk? Így ilyenekkel. Jó van, oké, majd lehozok. Uh-huh. Igen, Anikó. Hát, el leszünk. Közben főzök, jó? Duncsizom. Mi a paradicsom? Ez jó, lecsó. Mi? Az. Olyasmi. Azt mondom. Jó, lecsó. Sütit vettem. Vettem sütit. Meg vettem csokikat. Na az anya fiam, szerettem akkor megyek hozzátok tenni, krumpisul álltam meg. Meg meglocsollak. Meglocsollak, és remek. Köszi Karolinám. Jó van, nem én meg is locsolsz. Oké. Okay. Ez ilyen, na, nem öpörünk. Ez ilyen, amúgy a kebabosnál vagyunk. Köszcse oldalast, lecsósan elkészítettük, mi is, örülök neki. Na. Ó, de jó. Köszönöm, Noémi. Ha nem csak a fiúk, amúgy nők is locsolkodnak. Igaz, amúgy ma a nőknek kell. Igazából. Úgy szokták. Igen, igazad van. Először a nők szoktak. Első nap. Jaj, köszönöm Mónikám. Köszönöm szépen. Hát, az üzletek nincsenek nyitva amúgy, igaz? Nincs. Az üzletek nincsenek nyitva, csak a Meki meg ilyenek, meg a pizzás, a kínai meg nincs is nyitva a kínai kajára. Közben kínait akartam én enni. KFC is nyitva van. Szia, Vendolin. Aréna. Tudtok valahol fodrász Pesten? Tényleg. Most itt van fodrász. Tudtok egy jó fodrász Pesten, aki most el is vállalja a haját. Ó, már mikor levágatta? Na, ezt tedd meg fiát. Megkóstolom, de akkor te meg ezt. Nem kell, majd elég. Tudtom már meg. Nagyon köszönöm. Na, most elérünk. Ó, mamikor jó lenne egy Pesten egy jó fajn fodrász, aki jó megcsinálja a haját fajn.
Tesco. Ja, a Tesco-ba bio hair. Hát oda nem akarom. Csak ide kicsit a csíphoz hozzam. Van az se. Mi az a Hamada? Hamada? Az hol van? Az mi? Hamada? Az fodrászat? Köszönjük szépen! Verforci, köszönjük. 8 kerületben van. Mit tesztek? Ilyen ma borjúgirosztál. Itt van ilyenkor? Borjúgirosztál. Meg ilyen lecsós gombás hús. Kellemes húsvét ünnepeket. Köszönjük Csilla mindenkinek. Viszont kívánjuk. Boldog nyuszit. Jó, az a gombás is. Na, megyek külök, látod titeket, további szép napot. Kívánok neked is, csinálni. Titeket is, Mónikám. Köszi szépen, hogy itt voltál. Szia! Majd jövünk mi még vissza, mi is még később. Nektek is boldog nyuszit. Köszönjük szépen, fiek. Köszi szépen, Csilla. Most letettek kész. Mit főztetek? Ja, igen. Köszönjük. Amit egy párok. Igen. Nem készül. Ennél jól lakta. Köszönjük, Tildi. Köszönjük. Viszont. Viszont kívánjuk. Köszi, Szelina. Koncsorunk. Nézelődünk. Úgy is mondom, később főzök még. Minél később csinálom, meg annál frissebb még hónap, nem? Ja. Ma nagy ünnep van, ja. Uh-huh. Igen. Boldog nyuzsit! Nektek is. Amúgy most eszünk először, már ma először. Nem vagyunk pestiek, jó hónap. Szia, Lulu. Luluka. Szép napot nektek. Nagy család. Az a jó. Csilla, ugye jó. Akkor. De kedvesek vagytok. Köszi szépen, Eszenyenik ő. Köszönjük. Köszi szépen. Viszont kívánjuk. Viszont Csilluska. Csak a kínai kajás nincs nyitva. Köszi. Na. Köszi szépen. Köszönjük, Timcsuka. Isten áldása legyen rajtatok. Köszönjük szépen, Donna. Viszont kívánjuk. Jó napot. Jó napot. Jó napot, Cintia! Viszont Melissa, köszönjük! Boldog nyuszit! Szokás szerint majdnem megint lejöttem magát. Még világosba jövök. Világos tudva. Köszi szépen, Zsanett, örülök neki. Viszont kívánjuk. Köszönjük, Zoltán. Jó idő van. Viszont kívánjuk. Jó idő van, süt a nap. Amúgy süt a nap. Nincs hideg. Kicsit fúj a szél. Köszönöm.
Köszönjük szépen, viszont boldog nyuszi. 42. Jaj, kézbe lecsúszott a gomba. Nem baj, lemegy. Jaj, de rossz volt. Még az, hogy jól lenyeltem. Szia, Pisti! Neked is. Viszont kívánjuk. Vizet. Mi? Biztos jól lettem. Most az övé jobban íz lett. Na, milyen színű a szemem? Nincs kontaktlencsém. Látom, milyen. Köszönjük szépen, Szelina. Viszont kívánjuk. Úgyhogy délután főzök. Szépen megcsinálom az oldalas. Fasírtó. Jó van ez. Harántott húst is. Minden. Csak alufóliát nem vettem. De azt majd én veszek. Azt úgy fogok venni, mert vannak nyitva kisboltok. Már ezt olvasjuk. Ezek az igazi nők, ilyen jó ízön tudnak enni, és nem finnyásak. Nem vagyok finnyás. Viszi, nagyon szép a szemed. Köszi szépen. Majd ma is live-ozok a főzők. Lesz ma is amúgy. Élőben. Elfőzögetünk. Ezt a hús megkóstolt. Aha. Nagyon sugár. Kitől tanultam? Hát magamtól. Magamtól. Neten is lenéztem. Köszi szépen, Nikoletta. Hány órától? Fél négy. Várjál, Laura. Fél négy körül. Ha annyira lehet érezni rajta ezt az erős borjú ízt, borjú kiroszt. Tudjál. Milyen süteményből csinálod? Hát most tudod miből? Most combból, most sertész combból csinálom, de az is olyan szép sütemény. Szép sertész combot vettem. Na, köszi szépen! Köszönöm a kacsát! De szép volt, kis kacsa! Köszönöm! Van gyereketek? Van! Igen! Úgyhogy egy szép süteményt láttam, meg is vettem. Mindjárt így is. Mindjárt már imád. Egyet. No. Igen, van gyerek. Nem jó. Jó, fél négy körül. Ez ilyen fatál lesz. Ez még két terem. Ez Budapesten van, az aréna. Budapest aréna. Most lett top egy néző, de hol? Nem látom, azt soha nem látom. Hogy lettem top egy néző, mikor még like is alig van? Hát, hol ismerkedtünk meg?
Hát a Facebookon. Köszönjük szépen, Dóri, az Isten áldjon téged is, de nagyosak vagytok. Szoktatok ti egyáltalán veszekedni, szoktuk. Mi, hogy szerinted nem szoktunk ezt vitázni? Szoktunk. Csak rögtön ki is békülünk. Igaz? Csak nem szeretünk haragba lenni. Csak ő és mit még elárulok. Még egy titkot nektek, mert már nagyon sokan követtek minket. Hogy ő a kényese. Ő nem akar kibékülni. Tehát még, ő még ő játsza rá maga. Igaz? Gyerekek, no. Kimondtam az igazat. Hány gyerek van? Nekem van 2, neki van 5. Már a 4. éve. Mint szoktunk összeveszni? Hó, hallod? Egy villám. Egy mozdulaton. Egy szódavizen. Akármi. Hoppá. Mi is összekapunk akármi. Apróságokon. Mert nálunk a nagy bajok nincsenek, ilyen nagy veszekedések, nagy problémák, nagy összerezdülések, hogy na. Az kis dolgokon veszünk össze. Kicsi. Tudjátok, miért veszekedünk? Nem már jobb a kibékülés. Nem, már megint elrögyék, gyerekek, már minden van. Békülünk, akkor összebújunk. Összelelkezünk. Jaj. De utána mind a ketten egyszerre már békülünk amúgy ki. Köszi. Jól néztek ki együtt. Köszönöm szépen, Minike. Mindenem. Békülős keksz. Azaz keksz. Pilóta keksz. Adtak ilyen jó bodakot. Jó. Adtak hozzá bodakot. Gondoltam. Azt ilyen gondolták, hogy jó kivékülünk. -42. Nincs. Sőt, nincs senki velünk. Ketten vagyunk. Ketten jöttünk Pestre. Ennyi. Utána meg megyek haza főzni. Köszönjük. Köszi szépen. Dávid. Pesten vagyunk. Arénában. Uh-huh. Igen. Ott vagy, Pupi. Jó írott. Szia, Tibi! Itt a Tibi. Olá, Tibi. A spanyol. Nekem van 2, neki van 5. Ilyen girosztálat, ilyen marha húsos. Borjú húsos, borjú. Na, neked küldje szíveket, Valkóbátya. És nem köszönjük. Köszönöm, hogy kiintegetik ki. És nincs ez áll. Nem vagyok, hogy szia Tibi. Nem, az Tibi. No. Hogy vagy Tibi? Mi van Tibiké? Mennyi sokat locsolkodni. Na, az adj ennek a tippeket. Na. Nagyon. Ja, hál' Istennek. Sziasztok, én most kezdtek követni. Igen, ó, köszönjük szépen. Klaudia, köszönöm. Örülök, hogy itt vagy. És jól kijöttök egymás gyerekeivel. Igen. És akkor, de most akkor ti, Rene, így nem bírtak ki. Külön gyerekeitek vannak. Igen. Kellemes húsvét ünnepeket kívánok nektek. Köszönjük szépen. Viszont kívánok. Haszelok. Én nyomom nektek a lájkokat. Na, azért. Köszi. Köszönjük. Oké, Mendoli mám úgy sokkal több lett. Tényleg látszik. Ma ennyi. Nem, dehogy is. Van nagyok. Férnél vannak. Megnősültek. 31 éves fia van. Meg 26 éves, meg 25 éves. Férnél vannak.
De akkor most randiztos, csak nem érkezem kiírni. Ilyen nem rand, 4 éve együtt vagyunk. Mindegyik a közös gyereket írja, gyerekek. Na, a menü borjú, borjúgirosz volt, meg ilyen borjúpaprikás, gombásak, lecsósak. Kik vagytok, köszönjük szépen, talán nagyon rossz. Mi? Nem szereted a borjút? Most én szeretem. Bátya szomorkodik, miért? Fodrász, nem talál. Tényleg azért ilyen, amúgy jár az agya. Fodrász, fodrász, kinyírja meg a sérót. Éne. Köszönöm. Nem kell már. Bátyával megyünk locsolkodni. Úgy, nem arra gondoltam, hanem a... Mire? Látod, hogy? Mi van vele? Ő a párom. Zula, hol vagytok? Budapest. Budapestből arénában. Már szoktatok járni egyedül bulizni? Nem. Nem. Nem szoktunk. Nem is akarunk. Nincs is megengedve. Túl jó vagy hozzá. Túl jó vagy hozzá. Ki? Mi hogy éppen? Én vagy ő. Isten áldjon Melindát, titeket köszönjük szépen. Köszi, Use. Viszont kívánjuk. Jó, beladtam. Megőségünk, tuki fár vagy. Puszi, Esztergomból? Az igen. Kész, hogy itt vagy. Egyre többen vannak. Legyetek szerencsések. Hogy vagytok? Köszi, Beni, jó. Lány túl jó hozzád, de ezt nem rosszból mondom. Ja, hogy én vagyok túl jó. Megbasztanám. Ő is ugyanolyan jó hozzá. Mi így vagyunk egymással. Én jó vagyok. Az az Istenemben. Azért biztos, olyan nincs, hogy túl jó, mert a jóból sose árt. Sose elég a jóból, ezt tudd meg. Legyetek szerencsések 100 évig. Köszönjük, Tibi. Ő is ugyanolyan jó hozzám, mert jó szív. Csak most szomorú. Egy kicsit, a fodrász véget. Én is, nekem is, ha nem jön össze valami, mindjárt nem így festek. Ja, összeillettek, ne hallgassatok senkire. Igen, tudom, azt az ember rögtön tudja megérni. Este is legyen live. Lesz live. Főzök. Marcika, csákány, szia. Egyre többen vannak amúgy, észrevettem. Egyre többen jönnek. Csomagoltos beszte. Minek? Nem jó. Kell nekem? Csomagoltos beszte. Akkor jó van. Nem akartam, csak kell. Na, nagyon jókat főző szoktam nézni. Köszi szépen. Mit fogsz főzni? Fasírtot, oldalas sütök, rántott húst, krumplisalátát csinálok. Nagyjából úgy ezeket már csinálom majd ma délután. Bizony. Azt akkor már reggel felkelünk, csak felültözünk, ott a kaja. Majd lesz valami, úgy lesz, ahogy lesz. Na, megyek akkor lopálni. Hol itt a ledobó? Itt nincs. Ja, ott van. Hát ezt innen elvesz. Ezt is becsomagoltuk. Jó. Azt is. Gyerek. Márkádban nyitva van. Ja, megnézem. Szerintem nem. Amúgy köszi. Tess szépen, viszont. Nektek is.
Akkor add ide, majd mondom neki. Kérdezd meg a fotrát. Károly körút. Barbershop nyitva van. Károly körút van. Ja, megnézem. De nyitva van. Akkor megnézem. Köszi. Fogják ki valami jó ügyeset. Márkó Tonté. Kérdezz meg. Hát, ha megnyílt. Hol? De hol van? Szia! Márkádba? Szia! Sziasztok! Boldog úszik! Nektek is köszi! Szia, Bazsa! Mennyi éves vagy? Én? 52. Ért. Milyen? Árkádba. Na, van-e fodrász? Azt mondják, nyitva van. Melyik fodrász van nyitva? Azt a 30 éve nézem ki. Na, sokan vannak. Vannak, igen. Na, köszi, Penda. Köszi. Szia, drága, menj, de boldog húsvét ünnepeket, nagyon csíplek téged. Köszönöm szépen, Marianna. Ne szokott, ez legyen a legkisebb gondod. Igaz? Igaz. Várjál már, milyen plázában vagytok? Arénába. Oké, okay. Hol írták? Milyen úton van? Márkó. Márkó Tonté. Kérdezd meg, hát, ha meg... Érden. Érden? Mondjuk az is erre van. Nem? Úgy jöttünk. Halló. Üdv Hebesről, bátyám. Ki vagy? Na, mi Pesten vagyunk, drága. Majd később főzök. Kényes vagy. Ő. Ciao, halló. Köszi a rózsát! Üdv Hevesről, bátyám! Írták neked, Pepe. Don Pepe. Aha. Nyitva van, igen, nyitva van a pláza. Igen. Már negyedik éve azt írták, az Árkádban van barber. Nem tudom, hogy nyitva van-e. Most mi az arénában vagyunk. Károly körúton. Nyitva meg a Károly körúton. Na, van nyitva fodrász. Hát már beültsük a GP-be. Hány éves vagy, Melinda? Maridori? 42. Lassan elindulunk? Lassan, de biztosan. Ja, ez a telefonhoz van neki, az az iPhone. Ki akar menni a fodrászhoz? A Farkó. Az a párom. Az uram. Köszi szépen, Maridori. Várjál. Jaj, hova tettem a jegyet?
De mondjuk az első két óra ingyen van. Ah, megvan a múlva. Na, megyünk most már ki? A szé... Nézel, nem? Minden zárva van a múlva. Vagyon. Ez kellemes húsvét ünnepeket. Imádok nektek. Na, merre megyünk, édesem? Köszönjük, József, viszont kívánjuk nektek mi is. Hello, Niki. Sastok. Hát, megfordítom. Ott voltunk a kebabosnál. Azért vannak. Megmutattam így, hogy vannak. Nem leszek fáradt. Így is túlaludtam magam. Azt mondták, hogy az Árkádba. Az Árkád az, ahol a máj 77-ben szoktam menni. Az Árkád az ősvezértér. Károly körül. Mi most az arénába vagyunk. Ez nem Debrecen, Budapest. Gyerünk akkor ki. Minden ruhás zárva van, egy citromsárga felsőt vettem volna. Itt a New Yorkerben jó árba is van, de nem, ne, zárva van. Látjátok? Egy ruhás nincs nyitva, na. Vettem volna egy citromsárga felsőt. De nem lehet. Úgyhogy Katya, ez össze. Igen. Itt van Barbara, most nyitva? Nincs nyitva. Nincs nyitva. Köszönöm. Köszi. Na, itt az arénában nincs nyitva a Barber. Károly körút 7. Írják itt neked jó, már megint. Majd megnézem. Lehet, hogy az lesz a jó. Károly körút 7. Köszi szépen, Enikő. Oké, Black Shop, igen. Erzsébet körút. Ó, hogy mennek itt el a fények, de nem szeretem, amikor behomályosodik a fény. Igen, nyitva van, csak a kajás rész van nyitva. Az összes többi, mert zárva van. Károly körült nyitva van, nemrég jöttem onnan. Na, az Roland onnan jött. Károly körült. Hét. És jó fodrász van, jól nyírnak. Nem bénáskodják el a hajat. Mert akkor ővelük is össze fog veszni, aztán meg nem is fizeti ki. Úgy mondjátok. Ja. Mert már nem engedem, hogy kifizesse, ha nem jó lesz, akkor nem fogja kifizetni. Kontaktlencsét hordozol, abból egy szép a szemed. Lili, nem hordok kontaktlencsét. Nem. Jó van akkor. Az előbb a bátyú úgy megnézte a nagy csecsűnőt, a szilikonos mellé, csak úgy leste a bátyja. Azért van a szemünk. Jönne már egy kigyúrt desperádó testű. Várja. Itt vagyok mellette, lássátok azt, hogy megnézte. Most ebben jön velem. Mi csináljak? Hol nézze? Akkor nincs. Nem baj az. Ja, a szilikonos csecse volt. Hol van? Jó, szilikonos csöcse volt. A bátyát nem kell félteni. Kandúr Bandúr amúgy a csúf neve, a Bece neve Kandúr Bandúr. Kemény vagy, Melinda. Kandúr Bandúr lesz. Kandúr Bandúr a neve, igaz? Várjál. Várjatok, már berakom a kaját. Ám, mert Robert. Miért? Kandúr Bandúr lennék utána, mert Rovella. Hát de úgy csinálod. Szembe jött velem, én mentem le a lépcsőn. Hát jön, még így van bebukott, direkt bebukott a csáv. Mit csinál? Hol? Na, szónya, direkt bebukott neki a nő. Így a lépcső így menek. Ő jön felfel, akkor mit látom? Jó van. Várjatok, már vissza kell fordítanám majd mindjárt. Hú, fel is húzott.
Hát nem lesz gumóta, még én is menni isztem, Dick. Ki volt hát, rakva, csak a bimbó nem látszott. Rózsa. Szia! Nagyon jók vagytok. Ne vegyük ők is. Az a jók vagytok. Na, látod, mi így szoktunk veszekedni. Ennyi. Jaj. Na, így szoktuk. Látnátok, amikor ő kezdi, az se semmi amúgy. Tényleg, jó fordra, de szép vagy, mert de köszi szépen, Rózsa, köszönöm. Én leszoktam átkozni a csajt. Dehogy, nem átkozom. Azt mondja, leszoktam átkozni. Várjatok, már megfordítom. Kijárat arra van. Add a telefonodat, hagyj írjam be. Hol a telefonom? Hát nálad. Szívem, hol a telefon? Odaadtam neked, amikor kiszálltunk. Honnan szálltál ki? Innen, ebből a kocsiból. Mikor azóta nincs. Ott azóta van. Lesz itt a marruizés, mert megszoktam. Ja. Gyarul live-ozol. És ha te megnézel egy pasit. Én nem nézem. Azért van a szemem, hogy nézzük. De én úgy vagyok. Hát ez most egy gyönyörű Adonis gyerek volna, lehet rá pillantanánk, de nem folyna ki a szeme. Ennyi. Mikor rafinál, csak tudja, mikor ellentétesen néz, akkor néz. Mit jelentít? Hé, valakit lát, az ember jól van. Jó, hát mondja magába, magány, jól van. Azt akkor, mi van én is szoktam mondani, milyen szép az a csaj, de szép haja van. Én is még szoktam nézni a férfiakot. Az lenne már a baj, hogyha egymás előtt ezt izélnénk. Hát miért? Alapból olyan az ember, emberből van. Most ha lássa, jól van. Azt ez egy dolog, hát tévében is látunk színészeket, meg nőket, arra is mit mond az ember? Jó néz ki, de csinos, kész. Ha nem, azt akkor azt mondja, ha nem, szóval meghalok rajtad. De igaz. Hát, nem mindegy, hogy, nem mindegy, hogy hogy néz az ember, a nézésben is van kategória. Azt tudjátok. Lehet nézni vágyadva. De most vágyakozva néztem, csak szólok, azokat a két nagy szilikon bögyöt. Sose bírtam a szilikon. Így nézte a bátya, figyeljetek. Hát nyáma. Jó vagyok lakva, akkor minek nézzem? Az a nézését, meg a járását, két bimbónak a járását, hát nem? Egyik bimbó jobbra nézett, a másik bimbó balra. Milyen kancsik voltak, tudod? Jáká. Nézésben van kategória, az röhögik. Hát persze, hogy van. Hát. Jó van az. Szóval hagyd már, hagyd mondja. Kancsi bimbók. Hát, én kíváncsi vagyok, milyen nézések vannak. Jó, majd mondd el. Kíváncsiak, milyen? Na, tudjátok, tík, de két bimbónak az állását, a hegyesben nyomta a állását. Tudjátok, tík, ne fél, milyen bimbó. Hát tudjátok, nézés. Van az olyan nézés, amikor így ránézel, így valakire, várjál már, pont bevág a fény. Vársz. Ma mindjárt megmutassam. Na, van olyan nézés, amikor úgy nézel, hogy így, jól van. Figyelj, megint mutatom ezzel. Ja. Meg van az ilyen is. Tudja, érted? Tudja ő, ne félj. Azt fogom mondani az asszonynak, kategóriásan néz. Na, a Gézuka is azt fogja majd mondani az asszonynak. Kategóriásan nézte meg. Valaki ezt rán néz, valaki ezt. Van, aki így néze. Oj, de jó volna patálja. Közben meg már így. Tudja ő azt? Hányszor láttam majd nézni? Engem? Na ki halljon meg? Ne átkoztas! Azt mondja, ez a vágyakozós nézés. Akkor honnan tudod ezt a nézést? Hát mi nem? Alapból? Mi? Én is voltam 16 éves, meg 18. Azt akkor tetszettek mondjuk, hogy aki vagy. Mi? Nem voltam tini. Még oda is szóltam. Agyész, búgyész. Kár, búgyész.
Hát én nagyon bolond voltam 16-17 éves. Amit 18. Olyanból nagy szám volt, de tehetségem az ablakban. Az igaz, az is. Oda szól minden, ha visszaszóltak, vagy valami, akkor még elbújtam, mint nem is élettem volna. Na, meg van az olyan nézés, amikor így csinálod, ott megy, figyelj. Ennyi. Meld a, hol ismerkedtetek meg? Na, szerinted hol ismerkedtünk meg? Facebookon? Igaz, igaz, Melinda, igaz. Na, azért mondom. De ő sem olyan. Mindig azt mondja, én vagyok a legszebb, meg a legcsinosabb, meg a legszebb. Meg szereti a szívemet. Ennél fontosabb nem kell. Annak csak a bimbója volt, hogy meglátni, de a szívét nem szereti. Csak a bimbó figyelt be. Ezt akkor mi van? Mi komoly, nézzetek rá! Elkomolyodod! Ránéztem, mert tőgyér ott eszembe jutott az izé, a tehéj. A tej, egy liter tej jutott eszébe. Tehéj, mikor mit anyánk volt, hogy mi van, hogy... Már negyedik éve vagyunk együtt. De várjatok, még a GPS-ben nem írtam be. Ja, ide megyek a vizébezik. Minek még? Nem kell tankolni, hát. Ja, oda megyek én. No. Ja, jó van. Akkor menj. Majd szóljál, ha beírja. Már nem bírja tovább. Nem, már azért már nem mondok semmit. Mit beszélsz? Hát, hogy beszéljük azt a nőt még mindig, hogy hogy nézted. Azt azt mondtam, hogy már elkomolyodtál. Köszi szépen, Usher. Még mindig itt vagyunk Pesten, keresünk amúgy egy fodrászt. Fodrászt keresünk. Lássátok, hogy milyen szépen süt a nap. Ilyen szép idő van. Hova valósiak vagyunk? Halmajukra, Gyöngyös mellett. Nincs közös baba. Mindenki az érzi. Itt van ő nekem babának. Elég. Majd én is adok neki enni. Van te. Sehol nem lesz fodrász ilyenkor. Hát azt írták, hogy a... Károly Robert. Károly Robert körúton. Van, a helyes szám alatt. Károly Robert körút 7. Azt mondta. Aha. Jó emlékszem. Károly Robert körút 7. Ki nem bírom kimondani, hogy körút. Körút 7. Miket főző van? Majd főzők fasírtot. Ó, várjatok már. Fasírtot, oldalast, rántott húsit, francia saláta, mi az a másik, krumpli saláta. Nekem is van gyerek, meg neki is, csak közös nincs, arra mondtam. Vannak gyerekeink, persze. De mi így? Aha. Jó. Itt van akkor. Ja, mutasd itt, hogy átmenni is. Ezt is adom akkor. Értem, és együtt nevelitek őket. Már nagyok a gyerekeink. És lássátok, az ünnepekre csak jött egy gonosz pattanás. Eddig nem volt itt. Csak kijött egy gonosz pattanás. Eddig nem volt itt. Eddig nem volt itt. Kérdezni szeretné. Hát, nem tudom, hogy hova nem szül már az ember már. 43. éves leszek. 43. No. Nem-e? S osztály. Menj, a 2000-é mondta. Nincs semmi.
Benesse. Szép a fülid, köszönöm szépen. Az uram vette. Az uram. Nem tudom, hogy hány éves. Ez az S osztály. Nekünk is merci van, imádjuk, mi is imádjuk, nagyon szeretem. Olyan, mintha nem is autóban ülnél, hanem itt tudom, mint egy hajóba. Igen, arany, több éves, mint te úgy lehet. Te úgy lehet. Hát azért nem 43 éves ez a merci, az urad elhalmoz téged csupa jóval. 23. Igen. 23 éves a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. 23. Annyi éves az autónk, mint amilyenek mi a lelkünkben vagyunk. 23 évesnek érezzük mi is magunkat. Értitek? Vagyok az visszafele 24. Na, nekünk is 30 éves. Jó az. Azok az igaziak. Mi nem itt lakunk. Nem Pesten lakunk. Tebesz Baktali, boldog húsvétot kívánok neked és a drága szép családodnak. Köszönöm szépen, Ferenc, viszont kívánjuk mi is nektek. Kocka, lámpás, kombi, Mercedes. Első osztályú. Cigán az Márci. Jó. Cigán Márci. Adrien. Adrienéknek olyan van. Nagyon jó. Az a lényeg, a Merci jel rajta legyen. Az rajta van, gond nincs. Nem? Ja. Merci kabrióm lett. Igaz, édesem? Jó. Addig csürte, csavarta, még Mercedes kabrió nem lett a Renault kabrióból. A Renault kabrió átváltozott Mercedessé. No? Kétszer. De csak kétszemélyessé változott. Nekem biciklim van. Hát, hú! Tudjátok, milyen drágák a biciklik? 300 ezer forintos bicikliket is láttam. Opelon van is, Mercier van rajta. Az hogy csináltad, Ferenc? Az még jobb. Opelja van, és Mercier van rajta. Te vagy a legügyesebb. Igen, van jogsim 2009 óta. Ez nagy kanyar volt. Nem féltek ilyen idős autó le. Dehogy robban le! Ez olyan akkor egy kis rakéta. Mondjad már, még nevet, igaz? Ez nem robban le, gyerekek. Ez úgy megy, mint a repülő. Meg olyan hangja van, mint a repülőnek. Na, holnap ragasztok egy merci jelet a Suzuki-ra. Ti, úgy kell, lássátok. Igen, szeretek vezetni. Kaszna nem lesz, de motor akkor is megy a merci. Hó, bizonyám, hát ennek a kasznya is egybe van. És azok a szél, jaj, köszi Ferenc, ezeknek az automat váltója ma. Nem, zsír egybe van, olyan szépen vált, mint a vaj. Még az, ennek, azzal sincs baj, hál' Isten, le is kopogom. Lekopogom. Vállalkozás, én meg körmözök. Na, nézd, hogy le van már nőve. A sajátomra sosincs időm. A biciklire is, milyen fajim már bicikli rajta, tudod? Köszönöm, Szandrám, tegnap milyen volt a pacal? Finom volt a pacal, nagyon jó volt, csak esett az eső, nem tudtunk kimenni. Na. Esett. Várjatok. Múltkor is olyan szépen kitakarítottam, de már ettünk benne. Ez úgy egyben van, ez a nagy hajó, ahogy illik. Úgy megy, mint a hozat. Csak posporos, le kellene mosni.
Nézzétek csak, a bátya neve rajta van. Látod még a nevét is rá? Én raktam rá amúgy a nevét. Így van. S, nagy S. Majdnem 6 méter. Ez majdnem 6 méter. Igen. Benn van nagy állat, de úgy megy, mint a golyó. Várjatok. Na így vissza. Igen, van, igen, az Hermina. Pesten vagyunk, most jöttünk el az Árkádot, meg az arénát, kavarom. Most jöttünk el az arénából. Isten áldja meg titek. Köszönöm szépen, Datti, Diatti, köszönjük. Tudsz ilyen nagy autóval? Igen, tudok, már megszoktam. Nagyon szívesen, Marianna. Szívesen. De szép. Köszönöm, Zsolt. Köszi szépen. Ja. Nagyon szívesen. Nektek nem mutatnám meg. Milyen sokan követtek minket, úgy örülök neki. Már 16 ezeren vagyunk. Miért is ne? Mutassam meg, kellemes ünnepeket kívánok neked. Angliából. Ó, sziasztok, Zoltán, Zoltán. Mi is kellemes ünnepeket kívánunk nektek. Érezzétek jól magatokat. Aranyos vagy menj. Köszönöm, Herminám. Ti is azok vagytok. Köszönöm a sok-sok követéseket. Közben látom, jönnek a lájkok. Köszönöm, mennyi ilyen szép fülbevaló. Ez 196 ezer érvette. A bratyész. Olyan gyönyörű. Vaj, köszönöm szépen. Köszönöm, pénzes. 69. Köszönöm. Na? Na, bírtál venni? Na. Jaj, köszönöm, Henrietta, rózsát, köszönöm, kedves vagy. Szia, na végre, jókor jöttem. Na, elkaptad a lágyvot, Larissa, na, itt vagy már. Szia, nagyon szép, az nemed is nagyon szép. Köszönöm, Dorinám, köszönöm, ti is nagyon fainak vagytok. Arénába voltunk, nem az Árkádba, az arénába voltunk, és az arénába zárva van minden, csak a kajás van nyitva, de a kajások nyitva vannak. De mondjuk a kínai kajálda pont zárva volt, pedig kínai levest akartam enni, meg valami jó kis tésztát, de zárva volt. Ne? Nektek vannak rossz akaróitok az életben? Nincs. Nem is tudok róla. Ha van se, akarok tudni róla. Melyik az hozzá? Várjál. Mi van még rajta? Itt van. Jó, van-e nem egyből? Itt van. Hát, mi nem itt egy? Ja, de én is a kínai levest. Igaz, már annyira megéheztem rá a kínai levesre. Úgy megéheztem a kínai levesre. Azt akartam enni. Én nem mondom, tették. Nekik mondom, mert zárva volt. Nem volt nyitva. Jó, van, ma ettünk. Milyen a kínai leves? Tudjátok, amit a kínai kajáldába szoktak árulni, tudjátok, az a kis sűrű, kis... Van benne, azt hiszem, tojás, ilyen ecetes, savanyú, kicsit édes, erős is egy kicsit. Jól szemöldököm? Köszi szépen, Szandra. Azaz, fafül, gomba, tofu, nem jut eszembe, igen, jó, csípős leves, jó. Na, azt akartam enni. De van a sült tésztával, meg illatos csirke, vagy ilyesmi. Érted? Gyerekek kivel vannak? Hát mind nagyok már. Én nem ettem. Nem ettél még olyat, Atti? Nem ettél olyat, pedig fincsi.
Beüssem a Károly Róbert körút híd. Vagy hova akarsz menni? Haza? Nem, megnézzük azt a hídet. Melyiket? Amit te mondod? A fodrászatot, ja. Ava szoktál járni? Nem, a Károly Róbert még lehet, hogy nem tudom, hogy a Király utcában nyitva van-e. Király utcai fodrászat nyitva van, szerintetek? Király utca 98, azt hiszem. Mm. Nem. Szia, kellemes ünnepeket kívánok nektek is, Anitám. Nagy Anita. Ezüst Póninak is. Viszont kívánom egész családotoknak, nektek is. Hány évesek a gyerekek? 31-től 19-ig. Nagykorú mind. Mind nagykorú. Én múltkor ettem kínait itt nálunk, illatos csirkét krumplival, nagyon beteg. Lettem utána. Hol etted, Larissa? Melyik kínaiba? Gyöngyösibe? Mondjuk ott én sennék. Csak éttermek vannak, szerintem. Igen, csak éttermek vannak. Kellemes ünnepeket, babám, nektek is áldás. Köszönöm szépen, Daja. Viszont kívánom nektek is. Mindjájatoknak. Nagyon jó ember vagy. Isten áldása legyen rajtatok. Köszönöm szépen, Ezüst Póni. Viszont kívánom. Ezüst Póni. Az még szép név, nem? Ezüst Póni. Jobb, mint amit te szopsz. Honnan mette? A neveket annak maguknak, csúnyákat. Azt a igaz? Igaz, Máté. A Gyöngyösi Teszkós kínai. Mi ez a gyűjtés? Na, szóval járkálsz. Az nagyon rossz. A plázában van a... Micsoda? Üdvözlet Szlovákiából. Szia, Alexandra. Jó. Sziasztok. Nincs nyitva a Király utca. Írják, hogy a Király utca nincs nyitva. Na melyik az? Melyiket mondtad? Robert Károly körút 7, Budapest. Beírja? Betudom én is. Akkor írja telsőbb, hogy Budapest. Sziasztok! Nagyon szeretem a videóid, legalább te értelmes tartalmakat osztasz meg. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy itt vagy. Károly körút 7. Most írták le megint. Károly körút. Körút. 7-es szám. Na, indíts csak el a GPS-t. Oké, 11 percre van. Indulás az útvonalon erre a helyre. Robert Károly körút 7. Na, akkor induljunk. Menj a Dózsa-György út útfelé, majd forduljon jobbra. Menj, nézz, hogy nyitva van-e. Á, nagyon jó idő van. Csak Károly körút 7. No. Csak azt mondja, úgy kell írni, hogy Károly körút 7. Azt írtál, Budapest Károly körút 7. Mária, megnézem, mert csak úgy kell írni, hogy Károly körút. Robert Károly, úgy írtad. Ugyanaz. Robert Károly körút 7, úgy is jó. Szerintem úgy is azt adja ki. Indulás az útvonalon erre a helyre, Robert Károly körút 7. Szerintem az ugyanaz. Használja a bal oldali sávot, és forduljon a Kerepesi útra. Már csak arra enged. 450 méter megtétele után forduljon meg. Itt a cím rendesen, Budapest, Károly körút 7. Add ide, nem jó van beírva. Forduljon jobbra a Dózsa-György útra, majd forduljon balra a Kerepesi útra. Álljál meg addig, mert mi nem tudjuk merre megyünk. Beírom. A nézen 1075, így a jó irányító számmal. 75, Budapest. Mindjárt írom, Károly. Nem adja ki, azt írja, nincs találat.
Na ide. Nincs találat. Nem így. Írom gazdat. De oda visz. Na oda visz. Oda hát. Károly körút. Károly körút 7. Oké. Azaz. Na tudod, mert még közelebb itt adj be. Indulás az útvonalon erre a helyre. Jó. Károly körút 7. Írt a kamó telefonszámot is. A Kerepesi útúton, majd forduljon jobbra a Dózsa György. Köszi a telószámot. Írta. Aha, van telószám is. Adtak meg. Leírta. A szemenikő. Forduljon jobbra a Kerepesi útúton. Igen, Enikő írta le. Na jó, jöttél. 1,6 km megtétele után forduljon arra a Maros térútra. 3 km-re van, mindjárt ott vagyunk. Kellemes húsvét ünnepeket, viszont kívánjuk nektek is, Huse. Megyünk most egy fodrászatba, Károly körút 7 szám alá. Megnézzük, hogy itt van-e, mert meg akar nyilatkozni a farkó. Ezért hónapban csak be kéne lőni a sérót. Én a hajamat nem mosom meg, én így hagyom. Befonva. Mindig szétálljon. Nem csípja a szemem, jó? Fain. És nem csípja a szemem, tényleg. Nem csípja? Nem. Tényleg kezd már visszanőni a szempillám is, mert a 3D-s az kiszedte, kihullott. De most már nő vissza. 1,1 km megtétele után forduljon arra a Baros térútra. Mindig Pesten nyiratkozik, hát hallod mindig. Igen. Mindig Pesten kötünk ki, mert itt tud megnyiratkozni normálisan. Fatálat, fasírt, rántott hús, sült oldalas, krumplisaláta, főzök ki tojást. Meg nem leszünk otthon szerintem. Szia, imádom, ahogy főzöl. Szia, DYIHDRFBSOGR. De elmondtam a nevet, Gyöngyösen is vannak jó barberek amúgy. Jaj, hát Gyöngyösen beszekerett a barberjel. Gyöngyösen. Ott kérte vissza a pénzt is. 10 000. Létrásra nyírták, cicakba vágták a haját. Nem jó nyírták meg Gyöngyösen. Használja a bal oldali két sávot és forduljon a Baros térútra. Viszont Nikolka, viszont kívánjuk neked is, köszönjük szépen. Hát, né, meg nyírni se tud. Így van, igazad van, Maria. Jó mondja. Né, meg, még né, meg. Talod, 10-ből 1 tud. Ja. Vagy inkább 50-ből 1. Hát alig lehet találni jó fodrát. 1,7 km megtétele után forduljon jobbra a Károly körút útra. Hát jó, soknak úgy vannak, mert soknak jó van az úgy, ahogy az igényteleneknek. De ő tényleg mondja, hogy itt, ezt tényleg látom, jó mondja. Itt se jó, ott se jó. Komolyan. Miért ment ennyi híron meg? Akadásból meg. Megint, jaj, én csak kopaszra tudnám nyírni. Most nem akarom már megint letúrni neki az összeset. Lehet, hogy lesz a végig. Lehet az? Akkor lehet, hogy letúrom majd neki, hogyha... De ha itt nem jó, hogy írják meg, meg nem fizessük ki. Már előre fogom mondani, hogy nem fog. Nem fog. Már megint nem fogok kidobni 10 000 forintot. Nem. Azt elkérik a pénzt, azt sem olcsó. Azt mondom, elkérik ám, ennyi, jön a nyár. Amúgy jó áll neki, mikor le van, nyomatva neki. Szakála megvan. Csinálva. Gyertek ide Szabolcsba, itt jók a fodrászok. És nem is drága, messze van. Elhiszem amúgy, hogy Szabolcsba lehet sokkal jobbak vannak arra, mint erre. Mert női fodrászok is. Mert itt erre nagyon rosszak vannak. Nem lehet kifogni. Gagyik.
Hát lehet, hogy Szabolcsban jók vannak. Ott arra igényesebbek amúgy is, nem? Szabolcsban. Szabolcs megye. Szerintem lehet halni. De itt Pesten szoktunk találni. Van egy nekem, csak most. Nem, ez egy... Beszeled a rendőrre, járdáról, azt lestoppol, hogy nincs rajta. Hát jó, tudod milyenek vannak, hogy majd megbüntetnek? Közterületesek. Szemtelenek. Közterületesek. Jó. Én nem járok fodrászhoz, én csak nekem van, az kész. Megmosom, azt megadta a jó Isten olyan, amilyen. Nem járok fodrászhoz, Isten őriz, már nem maradna hajam, ha fodrászhoz járnék. Pest, de nagyon jó a fryad, hogy kell kimondani. Most csináltam meg a zsebes karajt, nagyon finom, köszön receptet, na, örülök neki, Bori Mari, örülök, hogy megcsináltad. Jó étvágyat hozzá, Pesten is jó minden, csak ott sokkal durva, hát itt az árak. Mondjuk a Király utcában jó ár van. Igaz, az a legfainabb bárba, Király utcai. Jó, 7. kerületben a Király utcában nagyon jó nyírnak, és az árakkal sincsenek elszárva. De ott várakozna, ott tényleg tele van, ott minden 5 percben jönnek. Köszönöm szépen, szívesen. Én örülök, hogy megcsináltad. Elcsesznék a hajad. Hát, már elvagdosták volna, meg már... Ezzel nem kell mennem múltse fodrászhoz. Csak ápolgatni kell. Sampon, balzsam, szérum, olaj, gatya. Kellemes húsvétot kívánok neked és a családodnak. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, Bori mami. Mindenkinek boldog nyuszit kívánunk. Szia, hova valósak vagytok. Heves megye, Gyöngyös mellett. Olyan, mint a köntös póna. Iga? Mint ez a háló köntös. Nem-e az? Divat már itt minden. De jó idő van amúgy. Amúgy itt vagyunk már a Károly körútban. Öntől jobbra Károly körút. Arra mutat. Itt, ja, aha, itt az fodrász. Tényleg nyitva van. Várjak le. Jó, köntösbe jár. Én is köntösbe járnék amúgy. Nem tudom, hova járják le. Most ez a buzi hely itt az a... Ja. Pestbe, csak ez a gecináló. Parkolás. Hova parkol? Nem tudom. Kicsit menj feljebb, majd visszajövünk. Jó idő van. Nem tudunk hova parkolni. Ja, remélem szerencsével jártok. Köszi, reméljük. Csak most le kell parkolni. Ó, milyen golyók vannak a fején. Lapka. Igen, majd főzök, hazamegyek. Tehát szépen elkezdem el. Nem nehezek? Várjál, egyesen. Ez a bolt taxi után forduljál csak be, hát ha lesz ott majd valami. Ah, azt hittem, hogy... Ja, arra nem enged, ne fordulj. Arra kanyarodni nem lehet. De nem úgy nyitva volt az egyáltalán? Nem tudom.
láttam valami villanyt. Szerintem nem megyünk be. Mi az? Na. Gyalogos útvonal bekezdése erre a helyen. Károly. Majd átvált mindjárt kocsira. 450 méter nincs messze. Károly körút 7. Így adja be magától, mivel hogy itt van. Viszont nem ott volt, ahol eljöttünk már. De. Akkor mit vezet? A másolban. Akkor is azt írja, hogy 500 méterre van. Na most lent lát, látod? Dehogy. Ott van. Várjál. Most állát. Arra. Várjátok. Miért visszafele megy? Na. Jó. Menjen az útvonal felé. 500 méter megtétele után forduljon egér jobbra. Most leszel. Jó, igaz, Andi? Ja. Akkor is. Forduljon egér jobbra, majd forduljon jobbra a Nagymező utcára. Persze. Jó, jötti. Forduljon jobbra a Nagymező utcára. Mi jó sok háda van itt. Jó, jöttél. Na, így fordított meg. Közben nézzük a parkolót. Messze vagy. Még egy egész öt, jó van. De majd nézni kell. Fodrász. Erről még lehet jobb lesz a parkoló is. Viszont köszönjük szépen, Nikoletta. Szia! Ember 361. Szia! Milyen jó párducos bunda. Ott. De szép az ég. Ja, szeressük Pestet, szeretjük. Ma hirtelen azt hiszem arra. Itt vagyunk a Dohány utcában, az is a 7. kerület, 8. Azzal van mindig szívás, azzal Lenikő. A parkolással. Hát nem lehet hova leállni. Már csak 1 kilométerre vagyunk. De hogy hova fogunk parkolni, azt nem tudom. Most kéne kitalálni. Mm.
Losonci, Né Éva, köszönjük szépen, viszont kívánjuk boldog nyuszit nektek is. Nincs nyitva amúgy semmi, csak a kajáldák. Kajász az nyitva van. Pedig sokan elutaztak. Ja, még sincs hely. Köszönjük szépen, szívesen megy, de szeretsz Pesten vezetni? Hát még nem nagyon vezettem amúgy Pesten. Mindig az ember vezetett eddig. A Varkóba atya. De amúgy én is tudnék vezetni. 500 méter megtétele után forduljon élesen arra a Dohány utca útra. Dohány utcára kell. Egerbe is tudok vezetni amúgy. Eger pedig az már tényleg azok a kis szűk utcák, meg minden, meg Dimbes, Dombos, Sokzsák utca, egyirányú utca. Egerbe. Fodrászhoz. Már csak 300 méterre van. Csak való van, mondom. Oda nem bírok. Oda fel lehet menni. Kivéve engedéllyel nem lehet. Forduljon élesen arra a Dohány utca útra, majd forduljon elkép arra a Károly körút útra. Oda. Oda álljál csak be. Nagyon jó. Más nem tudsz. Jó. Az jó. Na, találtunk egyet. Nem tudom, amit kell venni. Vasárnapban. Ja, parkolót kell-e venni? Olyan jó formája van a szemöldöködnek. Köszönöm. Sziasztok, sziasztok. Pesten kell venni ma parkolót. Parkoló jegyet. Nem tudom. Szerintem nem kell vasárnapban. Egerezóhezé. Igaz, Máté. Kell. Azt írja Enikő, mondta címet is. Akkor mindjárt nézek. Kell. Igen, írja, hogy kell. Ő tudja. Ő mondta ezt a fodrászatot is. Meg a címet is, telefonszámot is ő mondta. Keresek aprót. Körülbelül teletapi. Várjám, a telefon, hogy hívjam akkor, hogy fogadnak-e. Jaj, várjál, vissza kell néznem. Enikő, írd már el, légy szíves megint a számot. Hogyára ne vegyük. Mert már messze lett a szám. Most akarjuk felhívni. Már meg azt írják, hogy nem kell, nem kell. Minek azt írja, hogy nem kell. Húsvét miatt meg a hétvége is van. Enikő, ha itt vagy a számot, akkor leadod megint. Szerintem már majd írja. Mert már nagyon sokat írtak azóta. Ha meg kell. Na. Ja, nézem addig vissza. Na, oké, okay, Enikő, itt van. 061. Ott. Oké, 061. De azt tudod ki. 061, oké. Okay. 782, 83, 70. Kicsörög? Akkor jó. Köszi, Enikő. Miért hasonlítasz? Madonnára. Köszi, Lilike. Szia. Szia, Reni. Hello, szia. Tudnátok fogadni? Ott vagyok egy 10 perc múlva. Köszönöm. Tudtok fogadni, ha 10 perc múlva ott vagyok?
Hajvágás csak. Igen, oldalt. Két órakor? Jó, oké. Oké, köszi. Halló. Köszi, halló. Fogadtak minket 20-15 perc múlva. Az jó. Szia, Angi! Mizu, mit csináltok? Na, köszönjük. Hát két órára fogad. Akkor szakállod, azt, már meg, azt is mondjad már majd ott. Nem csinálhatom, én már lejjebb lefaragják. Jó, ez mi baj van ebben? Kivártam én. Hát szerintem nem kell venni parkolójegyet. Nézzük már meg se. A turkáló, nyitva van a krém. Na. Addig, gyere. Várjatok. Vizet hozok. De amúgy nincs itt vagy semmi. Te örülök neki, ja? Mi is örülünk. Remélem, nincs itt a turi. Nincs amúgy. Mégis villog. Otta. Ott a krím. Mégis villog. Mondjuk nem lesz nyitva. Nem lesz ma buli, majd holnap. Nem lesz ma. Figyelj már. Én megnézem itt, ha van-e. Zárva van. Itt minden zárva van. Nem tudok venni egy citromsárga felsőt, basszus. Zárva van. Nézd már, milyen jó van itt, mi? Egy kéne nézd a parkolót, az állam nézve. Azt mondta? Akkor várja. Hol van itt ilyen parkolós? Ilyen ruhák vannak a turiba. És turi? Majd itt hol leszünk? Köszi, fiatalnak látszol, köszi szépen. Van itt valahol parkolós óra? Várjál. Nem tudom, hát. Várjál, óra. Parkoló óra. Na, mindjárt figyelem. Hogy van itt? Igaz, hogy rendes jó, milyen ruhák voltak? És az turkáló, turi, mindenkor is. Hát az a csávót megkérdezte, azt mondta, meg kell nézni. Vagy mit magyarázott? Így hideg. Na már megfázok. Mi? Nem látod? Jó csalóka ez a idő. Sziasztok! Itt a parkoló masina. Nem nincs kiírva. Dobjak bele? Dobjak bele? Aha, nyissa, ja, be is vette százas. Egyébként. Hát dobok bele, nem mondják, hogy nincs benne, dobva-e. Tegy bele, az a biztos, most ez a pár száz forint. Várj, a kabátomat kiveszem. Rendes hideg van, vihar, minden, ez a bolond április.
dobtam. Keddet fog mutatni, ne? Ma mindegy, kedd van ráírva. Azt mondják, keddet fog mutatni. Mert hogy bedobtam. Kettő, ja itt van-e a tényleg, 4. hó 22. Nem baj, kabátom, én is visszajöttem. Jó van az, keddig jó. Tényleg kedd, keddig szól a jegy. Hadd legyen, a csávó azt mondta, hogy lehet, hogy dobni kell, igaz? Nem is írva. Fogd már meg a táskámat. Úgy megy, mint a golyó. Kis suhanó. Úgy megy. Megyek. Jó, elkezdett Bartatyi. Piros van, de mindegy. Piros volt. Miért van a bazza? Itt lesz, menjünk lefele. Itt lefele. Ki lesz írva, hogy Barbel. A 7-es szám, ez a 3-as, meg egy kicsit lejjebb. Mindjárt elolvasom, belevág a fény. Két órára vagy hivatva? Tesó, lazulj el. Kijön belőlem a girosztán. Na, mindjárt meg lesz, elejjebb ma. Milyen sokan vannak. Sabáva, sabáva! Szalám aláikum. Szalám. Szalám aláikum. Itt van, ne menj tovább. Nehogy túl menj. Jaj, de jó sokan vannak bent. Hello, sziasztok. Hello. Jelentkezzél be ott a kis szempillás csajnál. Ja, ma végre, ma leülök el. Nem jó nyírják, mert nem fizetem ki. Gyertek, kedden is jövünk a parkoló vége. Remélem, van mosdó. Jaj, mondom, feljön a girosztár. Na, van hely, vagy mi az, jó lesz? Girosztán mondom a legjobbat. Azt mennyiért jönnek meg? Nem fizetem ki, rossz lesz. Kijövődik az ajtó. Na, hát most mindenki előttek mondta. Na. Úgy figyeljél oda, Bence. De szép hely amúgy. Igen, a párom van. Hát én nem én nyilatkozok a Barbie-ba, hanem a párom, igen. Remélem van mosdó. Remélem, de jó lenne találni egy boltot. Alufóliát valahol vennem kéne. Köszönöm.
Jó van, úgy csinálja, jó legyen. Na igen, Enikő, jó hely, jó van, oké. Szóljál jól, Enikő, hogy a bátyának nagyon jó haját nyírjanak. Már fél. De már én is félek attól, hogy vita lesz. Mondjuk itt sokan vannak. Nálam borotva minden esetre. Amúgy itt sok bringa van. Oké, okay, hol van, oké, okay, Enikő? Benzinkúta, a Spárba. Jaj, Enikő, most te nem lennél itt a live-ban, nem is tudom, mi lenne velünk. Mert igaza van, alufóliát tudok venni a benzinkúton, a Spáros benzinkútnál. Ja. Igazad van, köszi. Jó van, te toppon vagy, hál' Istennek. Hiszé, annyit járkálunk, jövünk, megyünk, azt tudjuk, megyünk-e parkolót, vagy ne. Kiadja a parkoló a keddi dátummal, 22-ére. Jó. Dutira mentünk. De szerintem van mosdó is, megkínálnak szerintem egy kávéval. Enikő, van itt kávé? Finom kávé, sok tejjel. Amúgy Barbeiba szoktak adni. Milyen repkesek. Mennyi csaj van, az milyen repkes. Hát igaz a bátyának, igaza van. A parkó ezt is meglátta, de igaza van, szép van dobálva. Ott van mögötted az állista amúgy, csak mert az árat kér. Tényleg, itt is itt van végig. Aha. 5006-osat nem is látok itt. 5002 fent. Hajvágás. Aha. Hát neked csak két oldalt kell, meg itt. Ennyi. 5002, az jó. Itt kell neki két oldalt, meg itt hátul felszed. Fáj a fejem már, kávét innék. Nincs kávé? Mindjárt megkérdezem egy jó hosszú kávét. Teljes. Hát akkor egy jó kis kávét kérek. Mi a? Hello, szia! Egy kávét kérhetnénk. Nem jó, elromlott. A sásvány víz, semmi. Jó, van olyan vizetek, akkor jó, köszi. Hát víz az van. De kávé az nincs. Hoppá, hány pohár jött le. Várjatok. Várjatok! Lejött vagy 20 pohár. Hát olyan szerencsém van, hogy kávé nincs. Kell valami? Kell víz? Jó, meg nyírtam. Oda mész, jöjj hozzá. Elfogyott, elromlott a gép, nem érted? Pont most. Elromlott a kávégép. Na, ne legyek idegbeteg. Maki, hogy mi utok? Le van takarva a poklóccal, meghalt. Mindjárt nézek én itt ebbe a jó utcába. Fókuszál mindig. Na. Mindjárt nézek én itt egy igyásőrt, az van. Víz az van, vizet adta, ahogy ezt kapta. Mi? Hát itt nincs. Majd nézek arra valamit, csak még elmegyek a mosdóba már, mindegy. Hát nyírjanak.
Sokan vannak. Fáj a fejem. Szia, Rita! Szia, Ritus! Mizu veled? Melyikhez még? Melyik a Bence? Ott is nyírnak, ott hátul is nyírnak. Amúgy sokan vannak itt, fodrászok. Jó, nagy fodrászat. Itt van meg. Itt a közelben Robert kerül. Ezt figyel. Milyen dzsuker, itt van-e? Nem, dehogy is nem. Nem, Ildi. Madarosi vagyok, hát. Nem tudom, mi van ma. Van valami ma? Buli? Tényleg ma van? Várja. Ma van a buli? Ma. Hogy legyen? Hónap mi is bulizunk. Ma nem megyünk ma. Nem. Hónap meg húsvét. Fáradtak leszünk. Nem megyek. Minek? Lefáradjon a szívem még jobban. Szia. Szia, Anita. Egy ruhásbót nézted, vagy ruhás? Semmi, csak a kajás. Majd hazamegyek, most főzök. Ismersz te engem, vagy? Szia, hol vagytok? Pesten. Pesten vagyunk, az Ágyesz-Búgyesz barbelyba. Akkor ide is leülhetek? Nem lesz baj? Szép ez a tükör. Már iszom, köszi szépen. Add ide inkább, ide rakom. Addig a nyakamba rakom, jó? Mert én nem akarom törni. Várjatok ma. A bragyész, megnyírják a bragyész. Nekem bele sem megy.
Hát hova? Én mindenhol bemehetek. Hova mehetek be? Hova ne? Szóljonok ma be a férjed. Igen. Igen, Szanta. Van olyan, ahol ő nem mehet be. Értelek. Még azt is megkérdezték, mit iszok, mit eszek. Igen, én is imádlak, Andrám. Na, kis ügyeskedünk, gyerek megírja. Minden cuccát magamra pakolom, bretyeszét. Mutatom a másikat, mert fele más. Sziasztok, mit csináltok? Pesten vagyunk, nyilatkozásban. Hogy ez van, gyerekek? Engem néznem baj. Semmi baj. Azaz Dóra. Azaz Dóra, gangster Tracy már nem sokkal bepisi. Most már tényleg el kell mennem a mosdóba, mert ide eresztek, aztán tényleg kidobnak. Hamar van a mosdó, én már megyek oda. Csak addig hova tegyem a telefon. Most be a WC-re nem vihetem a telefon. Idod, akkor mindjárt oda a pultra. Vártok, itt hagylak titeket. Azt mondja, golyó álló. Hallod, először én is azt hittem, hogy az. Á, nem az. Mondom, addig oda teszem azt a kamerát. Oda teszem a bratyesz elé. Még nem kapcsolom le, még van töltésem, még rajta pár százalék. Tefai poszterek vannak e. Olyan jó képek vannak fent, meg minden, de kéne egy kávé. Egy jó illatos Nescafé. Dehát most azt magyarázza a fodrásznak, hogy őt milyen rosszul szokták megnyírni. Ez most jelzi, hogy mi a szituáció. Jó, nyírja meg. Mutatom a haját, amúgy most is már meg van kezdve, várjál. Fent leszek, hazamegyek, csinálom a fasírtot, a rántott húst, a sült oldalast, az feljövök. Főzök, közben ma majd beszélgetünk. Live-ozok. Ja, közben meg mondja, hogy mi van. Alakul az. Alakul, csak közben mondja, hogy merül hány méter, hogy szokták megnyírni máshol, milyen rosszul.
Igen, ügyesnek látszanak. Jó lesz nagyon a haja, ne aggódj, oké, okay, biztos nem venni fel, van az a golyó álom. Olló, minden elfér. Olló, fésű, borotva, penge. Az nem ilyen horgász mellény? Az horgász mellény. Horgász. Csak gondolom befogta ilyen késvillaollónak. Fésűnek. Nem? Így van, ez már egy sztál, ez már egy stílus, igen, egy sztály, trend a barber, igen. A többi nincsen horgász mellé, csak rajta. De amúgy kiszemfüles, ügyes kis mellé. Mennyi egy sima hajvágás? 5200. Nem, a barbereknek van ez a kötény. Jó. Hát kötény sincs rajta. Tudom, van az a bőrkötény, az a barna, az a hasított bőr, olyan, mintha marha bőr lenne. Tudom, az fajn, az nekem is tetszik. Főznék olyanba otthon. Nem tudom, hogy hol lehet rajta venni. Nincs kötény, csak póló, fekete póló, egyforma fekete pólóban vannak. Női podrászuknak a derekon van a készlettartó, igen. Nem, a barbe, tudom, hogy a barbe, nekik kéne, hogy legyen rajtuk kötény, tudom, nincs rajtuk. Mi az, amit neki csinálnak? 5200 szerintem. Az, amit neki csinálnak, az 5200 forintos szerintem. Tehát majd kiderül, mikor kész lesz. Ja, ez nagyon fai. Nem ez is. Milyen jók ma ezek a képek, igaz? Skyfleet, úgy hívják. Itt csak férfi mosdó van, női nincs. Amúgy tényleg csak férfi mosdó van. Mindjárt megnézem. Várjuk. Jó. Ja, jó képek, tényleg. Jó. Jó, az egyik kócos, kis kócos, mi? Ott a végén a kis szél fújt a hajó. Itt is itt vannak-e? Kiültek, mint a verebek. Sok helyen be se mehet a nő barbershopba. Nem mondod? Tényleg? Szia, Barbara! Akkor ezt felveszem, átházom meg. És hova jöhet mind? Pont így! Pont így. Főzök, hazamegyek. Én még Ferdén van, várjál ma. Főzök, hazamegyek. Fasírtos csütök, rántott húst csinálok, sült oldalas csinálok. Krumpli salátát csinálok. Ennyi. Ennyi. Már nagyon bele is hadartam. Ennyi. Hát, ott mutatom Bragyit. Alakul, hozzák egybe.
Na, ez. Nem kell most leves. Nem kell most leves. A marha hús leves is. Pedig olyan jó volt. Nem fogyott el. Károly körút 7. Károly körút, igen. 7-es. Köszönöm a lájkokat. Ó, ma azt hittem azért több lájkom van. Most ki hoz benneteket ilyen nagy barbershopba, amúgy? Na, ki? Senki. Megmutatja nektek itt a felhozatalt. Na, ki? Senki. Azt hittem már van vagy 20 000 lájk. Anyutól tanultam kiskoromban úgy főzni. Anyu mutatta meg mindennek az alapját. Én anyukámtól tanultam főzni. Palacsintát is ő tanította meg nekem, hogy kell sütni. A pörköltet, a levest. Mit főzöl? Mondom, én azt főzök. Krumplisalátát csinálok. Rántott hús, fasírtot, sült oldalast, tojást főzök. Ennyi. Várjál, melyiknek a kékingesnek tetszik az ingje? Várjál, mert nem tudom, melyiket mondod. Ez reklám nekik is jár, 10% minimum. Hát, nem is szólnak, hogy szokeresz vagy mi. Tudják, hogy mi van. Itt is kékén. Hájá. De szép ez a virág. Ja, az előbb ott volt. Akkor elment. Akkor elment valahova. Köszönöm, Lacika. Ja, nem is figyeltem. Jaj, nem tudom, hova tenni a szemüveget. Mindent így adott nekem. Jó, kis kutyú. Hé, mert milyen pici kutyák. Ja, de cuki. De nagyon cuki. Várjatok. Csak férfi mosdó van. Nem, belekönnyű. Bemehetek én is, akkor köszönöm. Nincs bent senki. Ja. Hú, mi a konszag? Gyerekek. Szag van, gyerekek, tényleg nagyon kanszag van. Na most hogy pisíjek? Most ti is itt vagytok, várjatok. Persze, megmutatom. Hogy menjek, kéne én is. Várjál. Addig beraklak titeket a táskámba. Hát most nem, hogy bírnám már? Ó, be van fálva, vagy milyen? Mindjárt haladok. Fink szag van. Fink. Na, addig váratok. Kis levegőket veszek. Nem, vicc, nem játszom túl. Ezt szagolnatok kéne. Várjatok, elraklak. Táskába, mindjárt jövök. Sietek. Mindjárt haladok. Haladjatok. Jön a pisi.
Mindjárt. Miért nem már látnátok? Közben meg. Már csak annyit nevetni. Na. Várjál, itt vagy. Bírnál már láttatok volna, tudod? Ez komoly. Érdekes táska. Láttátok? Nem már most tényleg? Ja. Akkor már mindegy. Most várjál, már tényleg láttátok? Így volt-e? És láttátok, vagy nem? Ez nem a, láttatok amúgy. Mindegy, úgy látszott semmi. Láttam a fényt az Na jó, van, mosok kezet, na. Ma mindegy, úgy látszott semmi. Na. Jó, oké, hallottuk. Hát ez most jó van. Hallani bármit lehet. Akkor amúgy most becsaptatok ezzel, hogy érdekes táska. Átlátós táska, tudod? Hallottátok? Csapot engedtem meg. Ez a csap volt. Ah, de forró. Látok. Mindeket. Jaj, nem. Már most már tényleg kéne egy kávé. Az a nagy csúnya gonosz pattanás. Ez már tényleg gyönyör. Nem pirosodok. Jó van, nem pirosodok. Itt mi tornázni is akartam ma. Meg még főzdek. Gyerekek. Nem baj, majd estére hasazok. Na, nem hagytam itt semmi. Jó volt itt amúgy bent. Serdűsz. Hát, nagyon fajn vagy. Sos. Szintén. Mindjárt. Na, helyemre jöttek. Melyik a kékinkes? Ez? Az a kék. Azt a kéket mondtad? Vagy nem? Velem is ütött erőtékéséget volt. Köszi szépen, Nenuska. Viszont kívánom. Aha, veszek majd. Na, ott van, nézed még. Kék kockás. Ennyi. Ja. Amúgy ott lehet kapni. És megy utána, hát. Olyat lehet kapni amúgy. Ma alakul a bátya. Szépen össze van neki hozva. Nem soká lemerülök. Nem, nekem nagyon tetszik az ilyen ing. Pedig ez már régebbi. Ilyen inget nagyon régen lehetett kapni. Most megint divat. De olyan szép kis kutyák vannak. Figyeld! Szép? Ez nagyon szép. Jó, de szép, igaz? Mi?
Még tárcád? Melyik? Itt van, itt a kabátod is, meg minden, itt. Jól, nem vagy. Itt van minden. Most azt hittem, az a kis fémet mondod. Meg a fels. Elmentem már mosdóba, már nem bírtam. Jó, hiszem van hozva. Na, fajn. Tetszik? Igaz, fajn? Tényleg. De ne, nem a gáz. Ne viccelj. Az még rosszul lett. Jó, tényleg. Fajn. No, jó, igaz? Hát nem megy ki amúgy az a flaming, az a favágó ingek, aha. Nem megy ki a divatból. Jó lett nagyon. Na, azt mondják, jó lett nagyon. Kültél a kárnyról? Ja? Az jó, nem? Már mondtam, hol vagyunk, milyen út. Amúgy Enikő. Na, jó lett. Örülök. Köszi. Nyomjátok a lájkot akkor. Igen. Szórjátok meg lájkkal. Gyerünk. Igen, jönnek. Igen, fú. Csak úgy nyomják a szívecskét. Köszönjük Enikőnek. Igen, itt van, nézd. Örül, azt írja, hogy örül. Köszönjük. Ha igen. Szia, André. Sziasztok. Na, kész van. Azt mondják, a szakállat is egy kicsit. Nem úgy, hanem igazítani. Most nem akarod? Mit? Nem akkor már nem szomorú. Köszi szépen, Enikő. Köszönjük szépen. Köszönjük. Egy angyal, egy mentő angyal vagy. Köszi szépen. Nem szomorú. Tehát én egy picit arrább megyek. Aztán tényleg iszok egy jó kávét én is. Nem szomorú. Szia, Claudia. Sziasztok. Nem sokkal lemerülök. De a kocsiba ráteszem töltőre. Jó. Kész le. Köszönöm a sok lájkot. Így már szép. Ezt már szeretem, van lájk. De jó, 10.300. Nagyon örülök neki. Na, ez még eddigi legtöbb lájkom. Na, majd jövök vissza. Na, ilyen lett. Szép átmenet. Köszönöm szépen. Nagyon szép lett. Ügyes, Barbel, ügyes. Szia, Panda Andi. Sziasztok. Boldog nyuszit. Szia, Kitty. Már úgy is lemerülök, majd jövünk vissza, jó? Na. Tessék? Hát lemerülök. Nem sokkal kikapcsol még addig. Mert még mi lesz? Nem, ja, még azt mondhatod.
Ide. Sziasztok, merem ajánlani Bencét. Milyen úrról? Ez a Károly körút 7. Károly körút 7 szám alatt. Barbershopban. Jó a gyerek, ügyes. Nem Bence, sokkal, nagyon ügyes. Nem sokkal a melegér, elégedve, de ezt merem ajánlani. Hát, hogy ő nagyon finnyás, azt tudni illik, már azt tudják, hogy milyen. Komolyan mondom. Podlász téren, meg Barber téren. Örülök, ha tetszik. Nagyon, nagyon tetszik. Örülök, na, ha ő ajánlja, akkor tuti. Ha ő ajánlja, akkor tuti, skacok. Skacok, gyertek, asszonyok, ajánljátok az uratoknak, hozzátok ide a férjeteket, párotokat. Puszillak titeket. Jó. Majd mi ma jövünk vissza, csinálom a jó fasírtot. Sziasztok!